a részvevőkön, akik elhozták a borukat, hogy megmerettessék ezen a versenyen. Szeretném köszönteni a zsűri tagjait, akik részt vettek a zsűrizésben, és megkóstolták azt a 200-valahány bor. Ugyanakkor körünkben köszöntöm Lokodi Edit elnökasszonyt, a Maros megyei tanács elnökét. Köszönteném a konzulurat, és ugyanakkor a hazai és a külföldi vendégeket, valamint más résztvevőket. Külön szeretném megköszönni a szponzoroknak, akik besegítettek a szervezésben, illetve anyagilag támogatták a szervezést. Ezekben a támogatásokban részt vettek az Agromec Impex, a Bayer, a Rodixen, az Archedo, a Kemár, az Agrokin, ugyanakkor magánszemélyek is segítettek, a Valvásár önkormányzat, a Romantik vendéglő, még vannak egy páran, Barabási Antal, Kelemen László és a Petri cég. Szeretném megköszönni a háttérszemélyzetnek is a munkáját, akik besegítettek a háromnapos rendezvény megszervezésében, mert nélkülük nem tudtuk volna megoldani a dolgokat. Ami a borokat illeti, 212 bor gyűlt össze, és különböző bor tájegységekről a belföldi borok a következő helyiségekből érkeztek. Kisküküllőmente, a Nagyküküllőmente, Marosmente, Nyáradmente, Mezőség, Enyed környéke. Külföldi borokból 30 példányt hoztak be, abból Monor környékéről hoztak, a Dráva háromszögből, a Balaton környékéről és a Lírvidékről. Ezekről a borokról majd Kunszeli Miklós, a zsűri elnöke fog majd értékelést tartani, úgyhogy akkor majd megtudják, hogy mit érnek a mi külkülönmenti és az idehozott borok. Most pedig elkérném Lokodi Edit elnök asszonyt, hogy tartsa meg a szólását. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan eljöttek, és a boldogságom még nagyobb azért, hogy ennyi finom, drága nevű itt versenynek el ebbe a három napba. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem konzul urat, polgármester urat, ennek a rangos eseménynek a szervezőit, és köszönjem meg a munkáit mindenkinek, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem magyarországi vendégeinket, a zsűri tagjait, és azokat, akik Felvidékről, Magyarországról eljöttek, és most itt közösen önökkel ezen a jelentős eseményen, ezen az ünnepnapon együtt vannak, ismerkedünk, közelebb kerülünk egymáshoz. Hisz ennek az eseménynek azt hiszem, hogy az a legnagyobb nyeresége, hogy a Küküllőmenti, Nyáradmenti községek gazdái, akik a szőlő termesztésével és a bor megálmodásával, hisz a bor az egy álom, és annak a megvalósításával foglalatoskodnak ma itt közösen, találkoznak és elbeszélgetnek, és elmondják a tapasztalataikat. Három magyar megye, Kovászna-Hargita és Maros megye elnökeim, az utóbbi két évben azon gondolkodunk, hogy mit lehetne szervezni olyan eseményeket, ami akár három megyére is jellemző lenne. Számomra a boldogság, hogy nálunk létezik ez a hagyomány, és ismét megszületett, újra elkezdtek a gazdák a szőlő felé fordulni és a bor fele fordulni. És éppen ezért megkérném a szervezőket és önöket, uraim, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a bor is megkapja azt a minősítést, hogy székely termék. A székely termék az egy brand,
te egy olyan brand, amire Magyarországról üzletláncok odafigyelnek. Én tisztában vagyok azzal, hogy a magyar borászat messze magasabb iskolán létezik, de a tapasztalatok átvételével, a szaktudással valahol minekünk is sikerülhet majd megmutatni, hogy Erdélynek, a Kárpát-medencének ebbe a részébe is a megtermő szőlőfajokból lehet szép borokat készíteni, olyan borokat, ami kikerülhet kisebb pátriánk piacára. És arra kérem önöket, hogy próbálják meg, méretessenek meg, és főleg a fiatalokat, hogy ne csak a borkészítés tudományát sajátítsák el, hanem aki meg tud birkózni egy továbbképzéssel, úgy, ahogy Magyarországon létezik erre képzés, a borkészítésre, borkóstolásra, próbáljuk meg itt a már elismert, országosan elismert Szapiencia Egyetemen, közösen a Szapiencia Egyetem tanáraival akár egy olyan szakot elindítani, ahol ilyen képzésbe a fiataljainkat, a gyerekeinket majd tovább tudjuk képezni. Hisz kertészet létezik, kertrendezés, parkrendezés létezik, azt hiszem, hogy a következő lépés ez lenne. Itt van velünk Gáspári Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, és évekkel ezelőtt, amikor a Maros megye elnökeként azzal a kérdéssel kerültem szembe, hogy a Maros Művészegyüttes professzionális táncosai nem tudnak sehol diplomához jutni, képzéshez jutni, és a 40 évesen nyugdíjba ment táncosok nincs, amit kezdjenek a tudásukkal, hisz nem dolgozhatnak koreográfusként, nem dolgozhatnak táncoktatóként, akkor ezt a fájdalmamat elmondtam az akkori Művészeti Egyetem, Színművészeti Egyetem, Szent István Színművészeti Egyetem rektorának, és annyira érzékeny volt erre a kérdésre, hogy most már 2 éve azt hiszem, ugye, igazgató úr? 3. Köszönöm szépen. 3 éve működik az egyetemnek ez a szaka, a táncoktatás, koreográfia, zene. És ezzel lehetővé vált több táncos számára, 6 vagy 7 fiatalnak, hogy most már egyetemisták és diplomát is szereznek. Azt hiszem, hogy ezt a tudást, amit most önök összeszedtek az elmúlt 20 év alatt, hisz tudom, hogy a Borász Egyesület most már rég dolgozik azon, hogy minőségi bor kerüljön az asztalunkra abból a szőlőből, ami itt terem, ebbe tovább kell lépni, és meg kell tenni mindent a továbbképzésre is. Van itt sok szakember, itt ha végignézek a Kükülő mentén, Hármasfaluból, itt látom Péterfi urat, itt látom Seprődi urat, ők megpróbáltak mindent megosztani az ő tudásukkal, itt vannak a magyarországi szakemberek, de merjünk álmodni, lépjünk egyet. Ehhez kívánok önöknek sok-sok sikert. Azt kívánom, hogy az elkövetkező 4 év erről az építkezésről, erről az építőmunkáról szóljon, önöknek pedig az, hogy minél finomabb szőlő teremjen a szőlőhegyen, a cukrot felejtsük el, és legyenek olyan borok, ami Kükülő mentére, Nyárád mentére, akár más országok asztalába is, mint ínyenség felkerül. Gratulálok önöknek! Tisztelettel megkérem önöket, hogy hallgassák meg dr. Csike Sándor konzul urat, van egy pár szó szól, amit mondsz. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, azt, hogy a mai napon itt lehetek, önökkel lehetek, és részese lehetek ennek a borversenynek. Először is szeretném a csíkszeredai magyar főkonzulátus vezetőjének, dr. Zsigmond Barna Pálnak az üdvözletét tolmácsolni önöknek, és elmondani, hogy nagyon nagy sajnálattal nem lehet itt,
mert hivatali feladatai ellátására Budapestre kellett, hogy utazzon. Én szeretném elmondani, hogy nagy örömünkre szolgál az, mint a magyar kormány képviselete szempontjából, hogy magyarországi és erdélyi borászok itt egymásra találtak, és immár hagyományosan együtt dolgoznak, együtt barátkoznak, és gondolom és hiszem, hogy ez az együttmunkálkodás, ez mindkét térség, mindkét borászati területnek a hasznára, az értékére fog válni. Én ennyit szerettem volna elmondani, további jó munkát, eredményeket kívánok Önöknek, és bízom abban, hogy jövőre is itt lehetünk Önökkel együtt. Köszönöm szépen! Uraim, engedjék meg, hogy mikrofonot szólítsam Sajogó István polgármester urat, aki a községet képviseli, és külön megköszönjem azt a segítséget, amit nyújtott anyagilag, hogy ezt a versenyt meg tudjuk szervezni. Parancsoljon! Kedves vendégek, tisztelt elnök asszony, konzul úr, és nem utolsó sorban Folki Testvér település önkormányzatának képviselői. Nagyon szeretettel üdvözlöm mindnyájatokat. Természetesen közel 10 éve veszek én részt ezeken a borversenyeken. Arra az időszakra visszaemlékezve óriásit fejlődött maga a rendezvény is, viszont ennek köszönhetően, ennek a borversenynek és a zsűri szakmunkájának köszönhetően nagyon sokat fejlődtek a mi boraink is. Annak idején műanyag palackokba, meg össze-vissza edényekbe hoztuk a borokat megmérettetni. Most már szépen palackozott bármelyik polcon, bármelyik üzletben a helyüket megálló borok kerülnek az asztalra. A kezdeményezés úgy látszik, hogy jó volt. Ugyanis ezelőtt néhány évvel már megállapítottam néhány fiatal szőlőtelepit kisebb területeken. Most már a Küpülő alsó menték, Kisküpülő alsó menték, ugye nagyobb telepítések is történtek, és ami még örvendetesebb, folyamatban van, és részben már megnyílt néhány kisebb pince is. Valójában ez hosszú távon gazdaságilag minden település, és így a mi közösségünk életében is külön bevételi forrást fog jelenteni, és természetesen tovább fogja öregbíteni a Küpülőmenti borok hírnevét. Mindenképpen én úgy látom, hogy ez a kezdeményezés, ez a munka meghozta a gyümölcsét, és hosszú távon olyan sikereket, olyan élményeket fog hozni minden borász számára, amely előbb-utóbb anyagiakban is előnyt jelent. Szeretném még egyszer megköszönni azoknak az embereknek a munkáját, akik lehetővé tették, hogy a mi borai, a kis termelő borai ilyen fejlődésen menjenek keresztül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt bortermelő gazdák, azt hiszem, hogy a következő értékelés Önöknek szól, úgyhogy megkérem, hogy figyelemmel hallgassák meg Kunszari Miklós urat, a zsűri elnökét, aki értékelni fog ennek a 212 bornak a végkóstolását. Tisztelt kollégák, a Bírálóbizottság valamint tagja nevében nagy szépen köszönjük, hogy az idén is részt vehettünk ezen a borversenyen. Számunkra óriási élményt jelent. Nekem megadatott az, hogy most már 13. alkalommal vettem részt ezen a borversenyen, és láttam azt a fantasztikus fejlődést, ami a 90-es évek végétől a 2010-es évek elejéig itt végig húzódott, és szeretném ezt azért a szőlészeti társulásnak külön megköszönni, hogy eszébe jutott, hogy továbbképzést, borversenyt folyamatosan megrendezze, óriási energiát fektettek bele, és köszönöm azoknak, akik figyelembe vették ezeket a figyelemfelhívásokat, hogy valahogy másképp kéne készíteni a bort, mire figyeljen oda, mert ennek az eredménye az, hogy ma már az itt felmutatott borok 88%-a érmet ért el. Ez egy óriási dolog.
és nagy gratuláljak ehhez mindenkinek, annak, aki a szőlőt termelte, a bort készítette, és azoknak a szakembereknek, akik ebben segítettek. Elnök asszony említette azt, hogy magyarországi képzés egyéb. Én hadd mondjam azt azért el, hogy a Csávosi Gyuri bácsira mi így nézünk fel, az erdélyi borászatra, a Balázs Favi Kutatóintézet tevékenységére, a zsidvei borokra, de a Párciumnál maradok, akkor a Ménesi borvidékre, Bala Csaba tevékenységére, így tudunk, tehát csak fölfelé tudunk nézni. De a bor az mindig az adott területhez kötődik. Tehát a bornak, a kiskükülőmenti bornak meg kell lenni, hogy ezért kiskükülőmenti illatába, ízébe, zamatába, bukéjébe azt adja, amit a terület, az itteni hagyományok, az itteni tudás produkál. A másiknak, másnak kell lenni, tehát egy bordóit nem kell összehasonlítani egy villányival, mert teljesen értelmetlen, az adott helynek feleljen meg. Tehát az ember elmegy valahova nyaralni, hát mint én Görögországban, eszembe nem jut magyar vagy francia bort inni, hát görög bort kell inni, de hát mondjuk a Vezúv oldalán nyilvánvaló az, hogy Laknőnek Krisztit kell inni, majd csak egyszer kimondani. De vissza szeretnék azért a borokra térni, de összesen a 212 borból 29 aranyérmet sikerült adni, 76 ezüstérmet és 75 bronzérmet. A múlt év egyrésztről igen szerencsés volt, mert gyakorlatilag a 2002 óta ilyen magas cukorfokokat a szőlő nem produkált a Kárpát-medencébe, mint az elmúlt évben. Viszont ennek volt egy csöbb negatív hatása is, mert a savak nagyon hamar eléptek. Na most ez a boroknál és borok többségénél megjelent. Nagyon sok volt a természetes maradék cukorral rendelkező cukor, csak ezek egy kicsit többsége egy kicsit lelágyult, ezért nem tudott aranyérmet nyerni. Az aranyérmeseknél megtalálták, vagy teljesen ki volt terjesztve a bor, vagy az édeskés boroknál is megtalálták azt a cukorsav harmóniát, ami egy óriási minőséget tudott produkálni. Na most az itteni klíma alkalmas arra, hogy gyakorlatilag 13, 14, 15 alkoholfokos borokat is készíthetünk, mert beérik a szőlő. Születnél azért vigyázni kell arra, hogy van, amikor a nagyon sok, az kevesebb, mint a közepes. Tehát időbe szedjem le a szőlőt, nem biztos, hogy az a jó, hogyha nekem abban van 280 vagy akár 300 g cukor is, mert végül nem egy kedvező termékhez jutok. De adja Isten, hogy ezek a problémáink legyenek 2012-13 és egyéb években, és ne az a problémánk legyen, hogy a EU előírását betartva azért akkor mégis csak kristálycukrot kell használnom másfél fok arányba. Tehát amit említett az elnök ezt, hogy mi is azt szeretnénk, hogy ne kelljen használni, de van, amikor ezt kell használni. Amit még ki szeretnék emelni nagyon pozitívként, ami itt 10 évvel ezelőtt, meg 8 éve is probléma volt, hogy a kénezés két véglet, tehát vagy nem kéneztek, vagy az embernek fejfájást okozott, vagy szoktuk mondani, hogy tisztítsa az orrunkat, tehát megszűnt. Volt egy-két kicsit túl kénezett, de azt, ha kicsit megmozgatta az ember a pohárba a bort, akkor már elment a kén, és volt egy-két későn kénezett, de ez inkább a vörös boroknál, tehát ott azért oda kéne figyelni, ha vége van az almasabb bontásnak, akkor a fejtést, kénezést végezzem el, hogy a normális reduktív állapotot tudjam produkálni. Összességében azt tudom mondani, hogy ismételten köszönöm mindenkinek ezt a lehetőséget. Ez az a borverseny, ami bármelyik borversennyel szemben óriási előnyt élvez. Ezen a borversenyen kívül olyan borversenyen én még nem vettem részt, ahol a borok szöveges bírálata is megtörténik. Ez a bírálóbizottság részére egy rendkívül nehéz feladat, de itt ez megvan, és nagyon jó az, hogy mindenki a borítékban megkapja, hogy nem csak azt tudja meg, hogy ez 17 hétre értékelte a bizottság a borát, hanem megtudja azokat a konkrétumokat is, hogy miért ez ennyire bírálta a bizottság. És ezt
ezt azért jó lenne, hogy más borversenyeken is bevezetni, mert kapok egy számot, nem biztos, hogy tudom, hogy miért az a szám. Ha le is írják, abban megtanulni tudok. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, és akkor átadom a főszervező úrnak a mikrofont ismét. Köszönöm szépen! Lévén, hogy 212 bort kell díjazni, már olyan értelemben, hogy arany és ezüst és bronz, úgy döntött a szervező zöldság, hogy itt az asztalnál az arany díjakot kiosszuk. Az ezüst, a bronz és a zokleveleket Balogh Gyulánál át lehet majd venni, én itt felolvasom a névsort, és oda kell menni és át kell venni, mert különben annyira elhúzódik az idő, hogy akkor egész nap diplomátoztunk. Habár nem volna rossz, ha mindenkinek így tudnánk osztani. Tehát akkor én szólítom a borosgazdákat, akik aranydíjat kaptak, és Kunszeri Miklósról átadja a zoklevet meg a díjat. Nagy arany. Seprődi József, Sauvignon bora, 1955. Igen, persze. Arany. Dunai János, olasz rizlinge, 19,07 ponton. A következő arany, Orbók Ferenc Dicsőszentmártonból a Sauvignon borával 1897-tel. Orbók, itt van? Ezeket a díjakat is átadják. Köszönjük a elnök asszonynak. Utána következik Vég Szilárd, Vámos Gálfalváról, Moskotája borával, 1894. Tehát, ez Vég Szilárd. Itt van valaki, Vég Szilárd? Vég Szilárd. Utána következik Figur Károly Monorból a Bianca borával 1887. Tehát Figur Károlyt kérnék. Következik a Kölpényi Szőlészet Erdély Leánkával 1880-nal. Kölpényi Szőlészet, aki van a igazgatója. Utána következik Dunai János a Badacsonyról a kerek vagy kékfrankos borával 1880-ban. Dunai Kúlyát. Megvan. Ő se számított ilyen sikerre. Következő arany. Bacsuk Kilin István Horgos, Delider Horgos, vagy János. István. 1880-ban. Pacsukini. Delider Horgos. Következik Külöp István Marosvásárhelyen. Aranyérmet nyert Fülöp István vegyes borával. Gratulálok! Szintén aranyérmet nyert,
Kostel Haller, ő Furmin Borával. Kostel Haller. Kostel Haller. Haller, Kostel Haller. Bocsánat. Ezek ragaszkodnak. Kostel Haller. Következik Dénes Mihály Héderfájáról a szóignyú nyelv a 1877-tel. Dénes Mihály. Nem jött. Nem én vagyok. Mindegy. Most azt ne vagy. Következik Orpók Ferenc. Dicsőszent Mártonból van egy vegyes bor a 1873. Megint Orpók. A következő Zsigmond Géza, Marosvásárhely vegyes borával 1870. A Zsigmond Gézát kérjük. Következő Szabó Attila Balavásárhelyről 1870-nél. Negyed óra. A következő a Kenti Bórház, ami amelyik most nyílt, egy vegyes borával 1867-tel. Magyarorsi Kálmát kérjük, ha ő a vezérigazgató. A következő Szabó Csaba Balavásáról a Királylánka borával 1867. Szerintem ez szerint a későri fület emlékszem, hogy azt mondta, hogy október 5-ig előtt nem szedi le a szőlőt, és igaza volt. Következik Gáspárik Attila, igazgató úr, Marosvásárhelyről 1867-tel. Kitűnő bór. Orbán Mihály Kelementelke, Traminer Borával, 1863. Orbán Mihály, ha? Következik Szécsi Petit Paris, Mámos Gál falvai, Csárdoné, 1863, ez az új pincészet. Van valaki képviselő? Kacsó Zsigmond, Rigmányból a vegyes borával. Kacsó Zsigmond, Rigmányból 1863-val van. Konsz Csaba, Kendről. 1863 arom. Kacsó Sándor, Backa Madaras vegyes. 1863. Ezek majdnem egymás mellett vannak. Virzsani Nilisáv, Délideer Horgos, egy kümi borával. Belider orvos, igen. Ez délvidéki volt, ugye? Kelementelki Bórház. Neiburger Rolával 1860. Kerekes József Kelementelki vegyes borával 1860. László Levente Balavásárról egy vegyes borával 1860.
László Levente itt van? László Levente eltett? Igen. Következik Miklós Gyula. Nem menj el Gyula, ez valami nincs rendben, 1860-nal arany. Megkérnézzük azt a volt, még egyszer. Megkérnézzük azt a volt. Nem. Kenti Zsiga József, magyaros, vagy magyarsáros, Vegyesbor, 1860-dal. Itt van Kenti Zsiga? Ja. És addig kérjük, hogy Szabó Sándor, Somlói Borát vigye el, vagy az érmét vigye, Traminer, 1853-ban. Ez az utolsó arany. Nem akármi. Most pedig felszeretném olvasni azokat, akik a ezüstérmet kapták, és megkérem, hogy Balogh Gyulától vegyék át a következő sorrendbe. Kál Sándor Gyula Kutárral, a Vegyes Borával 1850-nél kapott egy ezüstérmet. Igen. Donai János Rizlingével, Vas Sándor ifjú Lajos Mizséről, Donai János Balacsonyból, Seprődi József ifjú Dicsőszent Mártonból, Schuster Ernő Kelemente Elke, Vég Szilárd Vámos Gál Palva, a Kendi Borház, Orbán Otto, Bíró Csaba Dicsőszent Mártonból, Siko Albert Dicsőszent Mártonból, Konc István Kendről, Eldiá Vilcsil Segesvárról, Törpényi Szőlészet, itt van a képviselet, Rajtrin Zsolt, Lajos Mizse, Miljánics Milisáv, Télider Horgos, Vas Sándor ifjú, Botos Kálmán Egrestő, Nagy Jenő Székely Kál, Bencédi Zoltán ifjú Egrestő, Máté vagy Máté Győr, Marosvásárhely, Neuburgere, Pál István, Eldiner Horgos, milyen Szorod Zoltán, Lajos. A következők, Csegzi Tibor Balavásár, Simon Károly Dicsőszent Márton, Bencédi Zoltán idős Egrestő, Farkas Károly Egrestő, Miklós Gyula Balavásár, Körpényi, azt mondja, hogy Körpényi Szüllészet, újból, Szabó Sándor Somló, Körpényi Szüllészet, újból, Seprődi József Dicsőszent Márton, Seprődi József ifjú, Kenti Zsiga József Magyar Sáros, Pálosi János Tapolca, Onecu Johán Szénaverős, Fülöp István Marosvásárhely, Vas János Csávás, a Kórház Kelemente Elke. Tehát a Kórház Kelemente Elke. Fekete Andor, elő szintén Delider Orgos, Vas Sándor idős Csávás, Barabási Pincészet Héderpályáról, Máté Dolgos Balavásár, Bálint József Delidér Horgos, Köbre Gyula Egrestő, Romantik Vendéglő Balavásár, Kendi Borház, Tigó Károly Monó, Molnár János Csurgó, Orbán Balázs Kelementelke, Balogh Elemér Vámos Gál Palva, Ilja Csaba Csurgó, Vas Sándor, kettő azt hiszem, Csávás, Ponyori Dénes Héderpálya, Fülöp Dezső Balavásár, Kis Ele Ármasfalu, Popion Él Egrestő, Seprődi József Dicsőszent Márton, Vas János Csávás, Seprődi József Dicsőszent Márton, Kertész István Dicsőszent Márton, Nagy Jenő Székely Kál, Polátor András Tapolca, Dósa Ele Gyulakúta,
Máté Domokos Balvásár, Cseprődi József Dicsőszentmártó, Kutvari József Magyarsáros, Máté Albert Cserepalva, Cseprődi József Dicsőszentmártó, Farkas Károly Egrestő, Kalli Lajos Marossárpatak, tehát Marossárpatakon, utána következik Kocsó Zsigmond Rigmár, Kolcsár Csaba Kent, Molnár János Csurgó, Lassrákó Rigmár, Menyhár Csaba Balavásár, Csagyabó István Kent és Magyarosi Kény Kálmán Kent. Eddig tartottak az ezüstök. Úgyhogy kérném, akkor vegyék át, egy kicsit várunk, amíg elviszik a elődiplomát, utána majd a bronzokra térjük át. Érmesek a következő. Barabás Sándor Balavásár, Bencéti Zoltán ifjú egrestő, Bíró Csaba Dicsőszentmártó, Barabás Béla egrestő, Cseprődi József Dicsőszentmártó, Cseprődi elviszik. Ja, jövőben nem engedjük versenyeket. Így van. Azt mondja, Orkó Ferenc Dicsőszentmártó, Kádár Márton Kelementelke, Sipos Sándor Somos, Körtényi Szőlészet, Barabás Sipincészet, Barabási Pincészet Hiderpályáró, Szirmai Levente, Szőkefalváró, Kenti Zsiga József Magyar Sáros, Kincsok Nándor Csávás, Szalma János Balavásár, Ádja Virgil Segesvár, Vég Szilárd Bámos Gálpalva, Tuhai János Palacsony, Szabó Levente Magyar Sáros, Töble Gyula Egrestő, Koníció Jóan Szénaverős, Bacsukulin István, Deniter Horgos, Orbán Árpád, Korocen Márton, Bencéti Zoltán idős egrestő, Cseh Imre Attila Szentemete, a Kenti Borház, Pipur Károly, Honor, Baslevente Lajos Mizse, Kosztél Haller Csombor, Szalma János Balavásár, Kutvari József Magyar Sáros, Szabó István Csurgó, Menyhár Boton Balavásár, a Petit Paris Álmos Gálpalma, Szabó Márton Ádámos, a Petit Paris Álmos Gálpalma, Cseprődi József Dicsőszentmártó, Bartalus Gáspár Dicsőszentmártó, Máté József Ken, Erdős János Csávás, Kolcsár Mihály Ken, Takás Csaba Kelementelke, Kolcsár Mihály Ken, Simon Elemér Dicsőszentmártó, Jakab Sándor Marosvásárhely, Hégi Levente Dicsőszentmártó. Hát nem, most már itt van, ma még elejön, majd haza is. Köszönjük szépen, Dezső, köszönjük. Kollégák, a Magyarországi Orrátékországos Szövetsége és tárgyuk tagjai nevében nagy tiszteletben köszönök mindenkit. És hogy egy régi magyar szokás szerint, hogy a barátság megmaradjon, én szeretnék kérni egy lejt a nagymester úrtól. Ha múlik az idő, akkor most már 2, 3, 4, 5, 1. A barátság az 1. Mert a barátság az 1. Tehát 1 a barátság. A elmúlt borversenyeken a magyarországi borrendeket
Bíró Mária főtitkárasszony képviselte, sajnos nem tudott eljönni, és küldött egy levelet, amit megkért, hogy olvassak fel. Tükül Kokendál Borlovagrend tagjainak, tisztelt nagymester úr, borlovagtársak, kedves barátaim! Nagyon készültem a találkozásra, de a sors másképpen döntött, és így nem tudom személyesen átadni a borrendnek az avatási ceremóniához nélkülözhetetlen eszköz, egy középkori, nemesi, lovassági kard másolatát. A Kárpát-medencei borászati hagyományainak, a korszerű szőlő- és bortermelésnek, a mértékletes borfogyasztás hirdetésének feladata a borrendek vállal feladata. Ezzel nem csak a bor fogyasztónak szerzünk örömet, vidámságot, hanem megélhetést, kenyeret, családok ezreinek, a szőlőművelés nehéz és a borászat fegyelmezettséget kívánó, munkát végző embertársainknak. Fogadjátok ezt a díszkardot tőlem olyan szeretettel, amilyen szeretettel fogad, szeretetteljes fogadtatásban engem részesítettek az elmúlt években, és remélhetőleg a következőkben is. Mindnyájatoknak jó egészséget, békés, sikeres, nyugodt munkálkodást kívánok, Bíró Mária! Gondolom, hogy többek által ismert ez a régi szokás, hogy szúró, vágó eszköz, ingyen ajándéka nem adott, ezért kellett az egyre. Kívánom, hogy ezt a kardot minél többször az arra érdemes embereknél használjátok. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönjük ezt a szép ajándékot, és a Borlovagrendet, erkölcsi kódexét, be fogjuk tartani, és hogy tudja mindenki, ezzel a karddal nem szúrni meg harcolni akarunk, hanem ezzel alassuk Borlovaggá a leendő Borlovag jelölteket. Ez még hiányzott az eszköztárunkból, és így sikerült ezt pótolni. Nagyon szépen köszönjük Bíró Máriának, különben ő válaszkodott a Borlovag rendünk megalakításánál. Még egyszer köszönjük szépen, és mindenkinek kívánunk jó bort, jó egészséget! Következik az ebéd ceremóniája, itt a ebédidő alapján a két programokban van egy licitálat, egyszerre kis főlészeti kellékek, vesz egy bólicit, és aki úgy gondolja, hogy hát fél múzeális vagy múzeális borokat akar mostani, az ezekből a borokból azt mondja, három széria van, készen nem tudom, hogy a kollégát tudják, és ebben közben el fogják készíteni, és érve ki, az szívesen rák. Kívánunk, hogy vagyunk, kérnek szépen akkor a...
másodszor. 162. 162 először. 162 másodszor. Hol volt a három? Szakra három, Désvalmi Kolor. Désvalvára megy a bor, nem vásárhelyre. 163, másodszor. 163, harmadszor. Uraim! 163, harmadszor. Gratulálunk, doktor úr! A doktor úr állapot híres a tükörlő mentén, hogy egy este képes volt egy vedelbort megírni, ha múlik ezbe volt. Gratulálunk! Ha nem tudom megkérni a vedelbort. És mondom, még megszerzem egy palac borral, még ráadásnak egy pis üdeg, késő születelésű bor. Ott van mellette. Így van. A hátszínként Vajna Gyuriba költő barátomnak gyönyörű vers sora van a borról. Először 80. Nálatok? 85 először. 85. Másodszor! 90! 90! Hogy? Nem azért, azt lehet úgy termékben, hogy fogja állítani az előétel, például eltom egész tízes társaságnak, aki akkor versenyen megjelen. Miért a reklámnak is jó? Itt volt egy ilyen kitét, hogy 90. 90 először. Hölgyeim és uraim, 90 másodszor. 95! 95 nem hagyja magát vásárhely. Hajrá vásárhely! Hajrá Magyarország! 95 először, 95 másodszor, 100, eljutottunk a bűvös százas számig. Magyarországra megy a három tétel bor, először 100, másodszor 100, 110, vásárhelyre 110, három palac bor, kérem szépen, ha több mint 30 lejér olyan bacakborokat vásárolnak, hogy ihatatlan az üzletbe. Hát, ez azért mégis valami. Először 120, 130 először. Ki a többet, uraim? Hát gondolják meg, hogy hát arról szól ez a licit, hogy még jobban érezzük magunkat. Igaz, hogy csak a százkávási cigányokat fogjuk hívni, biztos jövőben is. Nem hiszem, hogy zenekart fogunk váltani. 130 először. 150. 150, uraim. Na hát ez már úgy mondjuk valami. Százhatvan először. 160 másodszor. 170. Uraim, kiviszik Erdélyből a boronkat. De hát...
hogy én borok sem akármi, kérem. Így van. 170 először. 170 másodszor. 170 másodszor. 170 harmadszor. Gratulálok, kollega! Sándori, a Vexer, kérem rá is fél, aranyérmes, szörnyű.
hatalmas számot! Megó! Ah, kérem, mondom, hogy a kisztalkor nyerték! Bocsi, mert úgy is nevét, ha szabad! Duszka mérékez, hogy szintok! Zsitok már! Jobb csávat! Zsitok Ádor! Hármas tagadod! Én szok Nándor! Csak száz csávás, ez valami nem tudom! A 14 idején és uraim, kérem szépen, magyarság!